Szervusztok tévénéző pajtások, eljött az Atacama desszert ideje, igen, ohohoho, 250 tikettes köröskénk lesz a mai napon. Kicsit szórakozott az actionöm, úgyhogy azért nem a teljes kör elejéről vettem fel a dolgokat, mert nem tudom, valamiért az elején lemaradt a mostani felvételről, de sok mindenről nem maradtatok le, ne izguljatok srácok. Mint látható, most egy mesterlövésszel végeztem, és hát igen, ő volt az első áldozatom. Úgyhogy lényegében csak annyi volt idáig, hogy befoglaltuk a A és a B pontot, és a C van enemy kézen, orosz kézen. És most bőszen kempelek itt a légvédelmi izénél, mert azt várom, hát ha felszáll a orosz helikopter, hogy szépen leabároljam. Hát igen, az egy ilyen pálya. Jaj, hölgyeim és uraim, kérem szépen! Mostanság elég sokat játszok Bad Company 2-vel, mint észrevettétek, és meg kell, hogy állapítsam, hogy bizony elég kevés szerver van. Mármint hát szerverek vannak, csak sikerült egy-kettő olyat találnom. Itt egy ember, és lekéseltem ez az, ez csak úva. Na. Elég kevés ember tölti meg ezeket a szervereket, úgyhogy nézzétek el nekem, tehát néha nem mindig fogok tudni megfelelő szervert találni. Annál is inkább, mert baromi sok moddol szerver van. Tegnapi nap folyamán sikerült feljutnom egy olyan szerverre, ahol nem kellett tárazni, és kb. Végtelen lőszere volt mindenkinek. Érdekes volt úgy játszani, mert lényegében rakétavető hátán. Jött velem szembe a tank, és állítom, hogy rosszabbul járt az, aki egy tankba merészelt ülni, mert esélye nem volt arra, hogy ezt túlélje, amit egyébként úgy gyalogosan rászabadítottam. Félelmetes poklot tudtak elindítani ezzel az úriemberek. És ott egy mesterlövész, úristen, de meg valakit hátul pufogtat. Na, jó lesz vigyázni. Hát 248 tiket van még nekünk, és 207 tiket az oroszoknak, úgyhogy ez nem lesz egy irtatlanul hosszú kör, annál is inkább, mert hát igen, azért sok esélyük sem lesz. Na kellett nekem ezt kimondani, tessék, egyből lenyír egy úriember. Na, de azért kezd megtelni a szerver, remélem ez így is marad. Elkezdett villogni a B, és a C-nél ott a mi uavunk, igen, tényleg ebben van egy ilyen kis robot helikopter, ha még idáig nem említettem volna, de hát... Mondjuk úgy, hogy talán ez az egyik pálya, amivel a legeredményesebben lehet így használni. Még annó nagyon-nagyon régen, nem mostanában, hanem még mikor elkezdtem Battlefield-ezni, egyszer felmentem egy 3000 tikettes Atacama desszertre, ahol is hát az amerikaiakat igencsak répázták már, de a játékosok nem adták fel, tekintve, hogy akkoriban még azért voltak emberek, meg volt friss hús a darálóba. És hát a base-ről folyamatosan próbáltak meg kitörni tankkal, jeep-vel, quaddal, mindennel, ami él és mozog, meg ilyenek. Én meg szépen beleültem az UAB-ba, és kb. Ha 30-35 tankot nem pusztítottam el a 3000 tiket alatt, akkor kb. Egyen se. Életem egyik legnagyobb darálása volt. Mondjuk ez tényleg az kellett, hogy kb. 2 és fél órát ott üljek a kép előtt, azt küldjem rájuk a rakétát. Meg hát kellett is hús, hogy legyen kire küldeni a rakétát, úgyhogy ez egy igen emlékezetes kör volt számomra. Tudom, hogy valahol itt bujkálnak az ellenségek, csak még nem jöttem rá, hogy hol. De ők tudták, hogy én hol vagyok, ez a poén az egészben. Úristen, mennyien jönnek, iszta invázió van! Kérem szépen, hölgyeim és uraim! És hát a C fölött ott van a mi helikopterünk. Szerencsétlen fiúknak annyira nem lehet jó ott a helyzet. És villog a B. Na, akkor meg kéne próbálni valami eredményt elérni. Ott egy úriember, meg kéne próbálni leszedni. Igen, emberrel... Igen, rakétával lőttem emberre, de hát azzal a skulóval, ami most nálam volt, egyéb esélyem nem nagyon lett volna, úgyhogy én még mindig használom itt a rakétát. Ajaj, kéne valakit találni, akit megölhetünk. Itt van valami fotyiköpködő mellette, ez az egy kicsit, mintha lagolna a szerver, legalábbis csak vagy nekem tűnt úgy. Nem tudom, néha, amikor megölöm az emberkéket, mintha lenne egy ilyen kis villanás, amikor eltűnik a karakter, és hopp, visszajön. Hát ilyenkor vagy azt hiszem, hogy akad a gép, vagy nem tudom mit hiszek, de valamit hiszek nagy erővel. És hát úgy döntöttem, hogy elég itt a védekezésből a B-n, ebből nem fogunk megélni, úgyhogy szépen betámadom a C pontot. Annál is inkább már szeretem betámadni a C pontot. Mások az a kérdés, hogy
sikeresen el fogok-e jutni ide. Hát egyelőre eljutottam. És az a legjobb, hogyha be tudjuk szépen rombolni itt ezt az épületet, akkor tök jó bele lehet bújni, íme. Így belebújok, azt az egyszerűen, és bele vagyok bújva. És ide nem látnak engem a csúnya gonosz úri emberek, legalábbis szeretném azt hinni. A gond csak az, hogy amikor elkezdek lövöldözni, akkor rendszeresen, módszeresen megjelennek ilyen piros háromszög gyanánt a minimapon. Ó, és ott van egy csipa! Elkaplak, elkaplak, gyere csipa! Kisdöftünk az agyába! Oh. Na, ez meg szépen RPG-zett. Ó, hogy lehet RPG-vel lőni emberre? Hogy lehet? Csúnya gonosz fiú, fúj! Undorító! Na, menjünk vissza a célra, mert itt izgi a helyzet. Közben a B elkezdett villani, remélem azért meg tudják majd őrizni ott a fiúk a hidegvérüket, meg a pontot. És ott van megint egy csipa, adok neki egy gránátot. Menekülj csipa, menekülj! Úristen is! Meghalt a csipa! Ó, és itt van ez a izi! Ó, ennek is kés döptünk az agyába! Haha! Ennek is kés az agyába! Ezt is megacsolt az ujjam! Hajj meg! Azt a kúva! Majdnem! Ám sokon múlott, de még mindig izé. Nem húzzuk a pontot, magyarán, van itt még ellenség, de hol van, hol? Hát ott volt valahol. Istenem, kérem szépen, hölgyeim és uraim. Továbbra is tartjuk a két pont előnyünket, és most hát az oroszok ezerrel azon küzdenek, hogy azt a egyetlen egy pontjukat, a C-t megmenekítsék maguknak. Hát én folyamatosan próbálok ide leszületni, a kedves Uli kolléga próbált engem feltámasztani, de hát na. Hát ez a leszületés egy életet tudtam elvenni egy másodperc alatt, úgyhogy erre voltam képes. Jaj, valamelyik pályának meg csipával kéne mennem, mert baromi ritkán szoktam csipázni, de lassan úgy érzem itt az ideje. Majd valami jó dzsungelesen ott úgyse látszódok. Azt az eget, ott mennyi háromszög van. Ohoho, távolból próbálom őket lőni, de hát az a gáz, hogy ez a fegyver messziről annyira nem. Kicsit megköpködtem, meg ott is van egy fickó, hogy ezek hogy el tudnak bújni. Na jó, elnyomok egy gránátot, hát ha jól lesz. Oj, repül a gránát, ki tudja, azt az eget, és megöltem, ki a double kill, gatsz. Ó, és azt is legránátozta, triple kill, uhú. Na, mi volt ez? Valaki mortát nyomott a fejemre. Úgyhogy muszáj vagyok egy kicsit visszább húzódni. Hát még 97 tiket van az oroszoknak, úgyhogy rohamosan fogy az idejük, meg az életük is, meg minden. De nekem ez pont ez. Ezért szeretem én ezt a játékot. Messziről lövöldöztem valakit, de fogalmam sincs, hogy sikerült-e komolyabb csapás, miért nem az illető úriember, és még mindig ott van. Na, most halt meg. Ez a kérdés, itt egy tank előttem, jól kicsit belesoroztak, jaj, pont felém jön, és úristen. Csak egy kill assist. Hát mondjuk nem igazán értem, de hát na, ó, és itt van egy medic mellettem. El kéne kapni a fickót, csak most dög lassú vagyok, és már nem tudtam lekéselni. Még ő lett volna az ötödik. Igen, Atakamán is azért szép számmal lehet késelgetni. Bár mondjuk ez inkább ilyen járműves pálya, ez ilyen nagy, lehet rajta... azt az eget, valami meglőtt engem. Lehet rajta tankozni, meg helikopterezni ezerrel. Van olyan pálya is, ahol össze-vissza mindenütt helikopterek repkednek. H2-3 is akár a levegőbe, ezt mondjuk nem mindig vágtam, hogy ez hogy a fenébe, melyikőbe tudják megoldani, de hát na. A lényeg az, hogy meg tudják oldani. Így csak be kéne foglalni ezt a cét, mert annyira szúrja már a szememet, hogy itt van, és piros. Közben úgy látom, a kedves kollégák azok elmentek egészen az oroszoknak a bézéig. És ott portyáznak, ezért is ne nagyon jönnek ide járművel az oroszkáim. Itt egy gyalog. Menekülj, jaj, ide megköpködtelek, éj, dugd ki a nózidat. Ez az jó van. Ezt is sikerült elintéznünk, kérem szépen, és még mindig vannak itt úri emberek, de inkább maradok itt a seggemen. Már úgyse nagyon foglalkoznak azzal, hogy szépen itt a mögöttük behúzom a pontot, mert tökéletesen tűnnek el a térképről. Legalábbis távolodnak, én úgy láttam. Igen. És befoglaljuk szépen a C-t. Úgy, ez meg is történt, megkaptuk a jó kis scores-t érte. És nézzük meg, hogy mi újság van arra felé. Azt mondja, hogy tudti, hogy valami csipák lesznek. Azt mondja, ott egy csipa, úristen, volt a pont az orcámba jött, hát ez meghalt.
Azt mondja, hol a következő csipa? Hát, ezt inkább fegyverrel öltem meg, már most lusta voltam elmászni odáig, meg lehet, hogy addigra le is nyírták volna, azt már megint én. Engemet fosztak meg a gyilkolás örömétől. Na, beuppanok ebbe a tankba, mert hát itt már bevégeztem a küldetésemet. És hát mivel már nincsen más, amit itt bevégezhetnék, így muszáj vagyok elmenni a oroszoknak a bézére, mert ott van az élet. Sajnos ücsöröghetnék itt a térkép további részén, de hát hiába. És még 33 tikett. Rövidesen vége lesz a körnek, úgy érzem, nem is tudom, talán azért, mert mind a két helikopter a mi kezünkön van, egy tank próbál kijutni a base-ről, de hát kb. Három tank fogadja és két helikopter, úgyhogy gyakorlatilag esélye nincs az illető úriembernek. Ilyenkor még úgy tudunk magunknak scores szerezni, hogy próbáljuk őket spotolni, íme. És hogyha végeznek az illető úriemberrel, akkor ha nem is mi öljük, de legalább a spotér kapunk egy kis scores. Jaj, hát és spot assist íme. Ezzel tudjuk egy kicsit csillapítani a money utáni éhségünket. És úgy látom, hogy a tankparancsnokom az oldalról próbálja meg betámadni a base-t. Lehet, hogy ez egy jó ötlet, lehet, hogy nem, de hát majd mindjárt kiderül. Tiszta jól néz ki most már itt a térkép, minden le van robbongat. Ott egy tank, Istenem, és füstöl, és emberek is vannak ott, és van is valaki benne, és megsoroztam az illető úriember, szépen felén fordul a tank. Ó, és belelőttek, és sikerült a végzetes találatot nekem bevinni. Úristen, megöltük az emberkéket. Azt mondja, ott a következő áldozatunk, hajj meg, ő is meghalt, ez az. Robbangassunk helikoptert, nehogy már fel tudjanak szállni, ismerek mi is. Elpusztul a világ mindenség, vége az oroszoknak. Ó, és ott van még egy gyalog. És bele is sikerült végeznünk, hát pont a végére jövök be én is itt a missionbe. Nos, hölgyeim és uraim, ó, ott van még egy, ajj meg, és csak spot assist, nem baj. Hölgyeim és uraim, ez lett volna az Atacama Desert Battlefield Bad Company 2-es túra vezetése. Remélem tetszett ez a kis összecsapás, amit láttatok. Találkozunk egy újabb epizódban. Jaj, hát jó kis küzdelem volt, kár, hogy a végére leülült a szerver. Hát jó, mondjuk én sem nagyon tűrtem volna, hagyom verik a púzómat. Jaj, na és íme itt az eredmény. 25-ös KD, és mi lettünk az elsők, hát íme. Sajnos nagy volt a megengedett elhullás. Sziasztok!